Sziasztok fiúk, sziasztok lányok, itt a Bulbot Gaming és újra Subsistence és folytatjuk a játékot, és most elindulunk egyet lootolni ebbe az esős időbe. Hát úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon esős az idő. Ugye most már a beállításoknál be lehet állítani fontos dolgokat, hogy például hány nap legyen egy év, be lehet állítani, hányadik hónaptól kezdjétek, meg ilyesmi dolgokat, de ezt majd a következő videóban megmutatom. Az a helyzet, hogy menjünk lootolni. Csak ilyenkor nagyon veszélyes, nem ajánlom ezt senkinek se így a kezdeti időszakban. Hát persze el kell menni, mert különben meghaltok, meg ilyen haltok, de nagyon veszélyes. De ugye esőben kevésbé lehet hallani, hogy vannak itt megoldva a játék fájlok, tehát a játékban úgy van, hogy ilyenkor nem nagyon lehet hallani. Úgy van ez így beállítva. Na, itt van egy kis rész. Azaz, szétcsaptuk. A játékról az fontos tudni, hogy egyetlen egy ember fejleszti. Legalábbis egy ember kezdte el, most nem tudom, hogy azóta van-e valami csapata. De egy ember kezdte el a játékot készíteni, és ahhoz képest szerintem nagyon jól áll a játék. Hát nem egy NB1-es grafikája van, de azért nem olyan rossz. Aha, ott is van rész. A rész az a későbbiekben szükséges lesz. Hát itt minden fontos. Ugye most tök jól... Aha, van itt farkas valahol. Valahol volt egy farkas, hallottuk egy farkast. Megmondom nektek őszintén, hogy nagyon béna vagyok. És ugye sok lőszerem nincs is. Valahol itt volt egy farkas. Farkas, kutya. Aha, ott is van a farkas. Hátjátok ott át. Level 2-es. Level 3-as a legnagyobb. Na mindegy, hagyjuk a farkast. Jó lesz még a lőszer. Mert ugye összesen van 10 darab lőszerem, mert 7 van benne a tárban, meg 3 itt. De a 3, meg 7 van benne a tárban, összesen 10 lőszer. Hát az nem valami sok. De viszont ennivalót is kéne szerványolnom. Ez is level 2-es. Mondjuk 4 darab illveszőn van. Mondjuk horgászhatunk is. Na mindegy, megpróbáljuk kikerülni, megpróbálom így gyűjtögetni a lőszert. Na ez pont erre jön. És egy ilyen farkasban minimum kell egy három darab lőszer, tehát úgy számoljatok vele, hogy max 3 farkas lehet megölni. Na, ott van egy medve is. És közben fát is vágni kell, ne felejtsük el a favágás sem. Na nézzétek meg, ez egy ilyen szellemfa, néha a játékban van egy-két ilyen. Nem lehet vágni. Hát, ez jó fa. Ez az igazi vághatatlan fa. Jó, hát semmi sem tökéletes. Na és abból a nagy fából, amit ott láttok, az adja a legtöbb fát. Közben nézzük a farkast is. Is, ugye? El is fogyott. Aha. Na itt van ez a nagyfa, és ez a nagyfa ad ilyen kukacot is, vagy nem tudom mi ennek a pontos neve, ilyen pontrót. Van nálam ilyen? Ilyesmi. Lárvát. De ugye lárvát még a játék a elején jó, mert még meg lehet enni is a lárvát, úgyhogy még arra is jó.
esetleg végszükség esetén, mert ugye a legelőször egy baltával élettek le meg ezzel a világítós leddel, vagy ez a led utal, vagy ez a világítós rúd. Mindjárt megmutatom melyik az. Na, ez az a rúd. Ezt kapjátok a játék legelején. Na, ott van egy gyucika, van viszont itt egy farkas most. Hát, hogy be kéne vállalni ezt a farkast. Mindig egyet bele szoktam lőni, hogy utána kevesebbet kelljen lőni pisztollyal. Oh! Na, nézd meg. Hát ez nem lesz az én játékom. Na, megvan. Meghalt ez a farkas koma. Hát eléggé balfék voltam, de se baj. Na és akkor most jön az igazi OP dolog, ezt nézzétek, vele vágjuk. És kibelezzük, hol van benne egy husika, máj van benne, nyers máj, meg kettő zsír. A zsír az jó, mert abból lehet bio üzemanyagot készíteni. Ú, bassz meg itt a jelvi ármas medve. Ú, level 3. Ú, te ez a medve nagyon morcos. Legyünk is, mert ugye ez pisztolya, ne próbáljátok, ne próbáljátok meg megölni. Hát 4 darab lőszer ment el. Megmosakszunk, úgy van. Na, még kéne keresnünk. Valahol lehet látni, melyik hónap van. Nem tudom, hol lehet azt előhozni. Hát nem tudom, hol lehet látni, melyik hónap van, de valahol meg lehet azt is nézni. Melyik hónapban is járunk. És ugye arra figyeljetek a játék legelején, hogy itt meg is tud a hús romlani, úgyhogy túl sokáig. Hát egy napig el lehet vinni. Na, vágunk fát itt közben. Itt vannak ilyen rostok is vannak. Nagyon esős. Van a rost, és vannak itt valahol a környéken ilyen fehér fák, a fehér fákkal is, vagy fehér fákból is sok fát lehet termelni. És a map az elég nagy, majd meglátjátok, nagy a map. Hát ilyen barlangok meg ilyesmi nincsen benne, de gondolom az is benne lesz. Na, megpróbálok ide felmászni. Aha, össze is jött. Ez az. Vasérc. Kálium. Cink. Na, úgyhogy itt aztán volt. Vas, kálium, cink. Ez azért betárazom a fegyvert, hát valami bajság is lenne. De hát mondjuk itt elég magasan vagyunk, úgyhogy le kell jönni valahogy. Jó, de felmásztam itt, mint. Félek attól, hogy eltörik a lába a jó embernek. Egyébként tudtok olyant is hát csinálni, hogy az autóm, hogy tehát az automata mentést nem ajánlom senkinek, hanem hogyha olyan szituációban vagytok, akkor mentés is kilép, és akkor legfeljebb vissza tudjátok tölteni a dolgot. Mert ugye ez itt azért
nagy segítség, hogy ilyesmi van. Na most nem tudom, hogy jöttem ide föl, de nagy ügyesen feljöttem, innen akkor le is kéne jönni csak. Na itt. Talán itt talán valami. Ahogy. Oké. Na itt van ilyen növényecske. Gyógynövény. Na, elállt az eső ismét. Na, nézzük csak, hogy... Nincsen eddig... de itt van, nézzük meg. Ja, és akkor még azt most megmutatom nektek, most így hirtelen eszembe jutott, hogy nézzétek meg, hogyha leépítitek a bázist, és lerakjátok azt a kis szerkezetet, amiben lehet craftolni, akkor a bázisotokat láthatjátok, hogy hol van. Amúgy a játékban nincsen semmifajta térkép, úgyhogy nem lehet megnézni, hogy mi a pozíciótok a mappon. Aha, itt is van egy láda. Ahogy, ugye bal oldalt látjátok a hőfokot, meg hogy milyen irányba mentek. Itt is van rost. Hú, de fáradt vagyok. Azt a betyár mindenit. Ja, el kell menni haza enni, mert most nézem, hogy nincs sok erőm, és hogyha megtámad egy vadállat, akkor el kéne futnom. Tehát akkor nem bírok futni. Ott is van egy rost. És még arra felé végig van map, tehát nagyon nagy a map. Ott van ilyen fa is, látjátok azt a jó kis fát? Na, oda még elsétálunk. És legfeljebb majd horgászom meg, hát valamit még tenni kell. Meg majd gyártani kell, gyártani kell nyilvesszőket is. Hát, nagyon nincsen erő. Na, megesszük es. Lát, lehet belőle a magot is készíteni. És akkor itt meg tudjátok nézni, hogy melyiknek vitamin 13, éjség 4 ennek a fekete áfonyának. Sárgarépa 12 és 6, úgyhogy a sárgarépa az jobban adja az éjséghez. Úgyhogy lehet akár még akár magot is készíteni. Alma 24 és 12, úgyhogy az nagyon vitaminban gazdag az alma. Úgyhogy azt érdemes elrakcsálni. Legfeljebb a sárgarépából kell készíteni magot. Hát jó, az a sárgarépának valójában nincsen magja, de itt a játékban van. Ezt el kell fogadni, sőt még a hagymának is van magja. Itt is van egy kis növény. Na jó, van skacok, hát eddig tartott ez a mostani subsistence, ez a kis nyúlfarknyi rész, és akkor legközelebb folytatjuk. Lényeg az, hogy most volt egy farkas, amit el tudtunk ejteni. Hát azt hittem, itt van vas darab, de nincsen vas. Hát a játékban nagyon-nagyon sokat kell lootolni, és nagyon sokat kell járkálni. Ez igazából ez egy kőkeményen járkáló szimulátor játék. Na, skacok, legyetek jók és szépek, és mindenki vigyázzon magára. Szevasztok, hello.